A volt internáló tábor emlékfalánál emlékeztek az 1956-os forradalom eseményeire október 23-án Kistarcsán. Az ünnepségen lovagvitéz Dömötör Zoltán vezérezredes, az 1956-os nemzetőrség parancsnoka osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Soha senkitől mi 56-osok nem fogadjuk el, hogy az 56-os forradalmat leverték. Ez nem igaz, mert az 56-os forradalom kezdődött 23-án és 28-án. Győzött a nemzeti, a miénk volt az utca, megindult volna a munka, villamosok jártak volna, csak a szovjet blokk nem viselhette el azt el, hogy egy ország kiszakad. Mert a dominó elmélet szerint akkor Lengyelországtól Bulgáriáig mind kiszakadt volna. A mi harcunk vezetett oda, hogy végül a Szovjetunió a világ legterikusabb rendszere megszűnt. Az 56-os emléktábla koszorúzásával tisztelgett a forradalom emléke előtt Kistarcsaváros önkormányzata, a Gödöllői Járási Hivatal Kistarcsai Kirendeltsége, Kistarcsaváros intézményei, a Simándi József Általános Iskola, a politikai elítéltek közössége. Az 1956-os nemzetőrség. A Recski Szövetség. A Politikai Foglyok Országos Szövetsége. A Fidesz-KDNP kistarcsai csoportja, a Fidelitas kistarcsai csoportja, a Jobbik kistarcsai szervezete, a Magyar Szocialista Párt kistarcsai szervezete, a Demokratikus Koalíció kistarcsai szervezete, a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány, a Kistarcsavárosért Egyesület, a Vállalkozók Baráti Köre, a Fenyvesliget Egyesület, valamint a Kistarcsaváros Üzemeltető Nonprofit Kft. Az ünnepi műsor a Csigaházban folytatódott, ahol Solymosi Sándor polgármester és ifjabb Juhász István alpolgármester az önkormányzatiság 25 éves évfordulóját megtisztelve emléklappal köszönte meg az elmúlt negyed század kistarcsai képviselőinek és polgármestereinek a településért végzett munkát. Kistarcsán szinte napra pontosan 25 évvel ezelőtt, 1990. október 20-án volt az akkori testület alakuló ülése. Nagy utat járt be településünk 25 év alatt. Az azóta eltelt időben 49 személy kapta meg a bizalmat a választóktól, hogy építse-szépítse városunkat. Ők pedig mindig igyekeztek tudásuk legjavát adni, hogy hozzájáruljanak Kistarcsa fejlődéséhez. A mai napon tisztelettel adózva munkájuknak egy emléklapot szeretnénk átadni nekik. Az elhunyt kistarcsai képviselők előtt egy perces néma csenddel tisztelegtek a jelenlévők. Vitéz Baranyi László nyugalmazott színművész 1956-ban 29 évesen vett részt a budapesti szabadságharcban. A kistarcsai ünnepségen felidézte megrázó emlékeit a véres csütörtökről. Egyszer csak elindult a pokol. Tankágyú szólt. Ugye, mint régi frontharcos, megtudtam különböző nehéz géppuska, géppisztoly sorozatok, és már véres emberek szaladtak át, kérdezték tőlem, maga hova megy? Hát mondom, megyek, hát azt mondja, maga nem normális, hát itt lőnek. És valóban egy sorozat úgy végigment, mint hogy a kukoricát úgy parketten végigdobták volna, egy sorozatot pattogott végig. Hát mondom, hát tényleg ennek felesett réfa. Hát először azt hittem, az amerikai ejtőernyősök szálltak le, én naív. És akkor a Margit híd felől megkerültem a Dunaparton, végigmentem, és mire Falkmise utcába értem, ott már szembesültem a valósággal. Vérző, jajgató emberek, sebesültek, gyerekeket vittek a karjukba, és beértem a
országház elé a Kossuth térre, és valami borzalom fogadott. Megeredt közben az eső, és láttam, hogy a vér folyik be a csatornába. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik, elveri, mossa a vért, de megmaradtak a Pesti utca kövei. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt, a háromszín lobogó mellé tegyetek gyászlobogót. A háromszín lobogó mellé három esküvést, sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét, s fogadalmat. Te kicsiny ország, el ne feledje, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán patakba folyt a vér. Solymosi Sándor, Kistarcsaváros polgármestere ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az 56-ban és a korábbi történelmi korokban kivívott magyar szabadságért napjainkban is küzdenünk kell. Az elmúlt 500 év szinte nem szólt másról, mint a szabadságért való küzdelemről. Ezért küzdött Bethlen Gábor és Rákóczi, Kossuth és Széchenyi, és 1956-ban a pesti srácok is ezért áldozták életüket. A magyar nép számára a szabadság nem a szülőktől kapott örökség. A szabadságért minden nemzedéknek újra és újra meg kellett küzdenie. Az országot évszázadokon át meg kellett védeni. Mi magyarok 1956 óta tudjuk, hogy nem csak az idegen megszállók és a gyilkosok okozhatják egy nemzet vesztét, hanem a tehetetlenek, a gyengék és az alkalmatlanok is. És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Európa szerencsésebb részén ezt gyakran nem értik, mert arrafelé több száz éve eleve adott a szabadság, és mert emberöltők óta nem kellett küzdeniük érte. Eddig. Ez a szerencsés időszak lehet, hogy most véget ér. A történelem során idegenek soha ilyen könnyen nem jutottak be Európába. A Simándi József általános iskola tanulói egy nép és egy csapat a történelem viharában, avagy Puskák és Puskásék című irodalmi játékukkal emlékeztek a forradalomra és a szabadságharcra. Maléter Pál ezredest 25-én a Kilián laktanyához rendelték. A kiérkező harckocsikat a felkelők tűzzel fogadták. A katonák közül többen támogatták a felkelést, de sajnos nem mindenki. A harcolók magukat szabadságharcosoknak tekintették. A céljuk az ország felszabadítása volt a szovjet uralom alól. A hazafias érzés sokszorozta meg az erejüket ebben az egyenlőtlen harcban. Aki magyar velünk tart, volt az egyszerű, de mégis gyönyörű szlogen azokban az időkben. A felkelők között feltűnően sok volt a fiatal. A többség 18-30 év közötti korosztályból került ki. A különös bátorságot tanúsító pesti srácok legendák lettek az utcán. Szegény családok sarjai voltak, nehéz körülmények között nőttek fel, de mégis képesek voltak kockáztatni az életüket a szabadságért. Összességében elmondható, hogy ekkor valóban összefogott az ország. A kommunisták és az antikommunisták együtt próbálták megvédeni az országot. Az ünnepi megemlékezés végén a Simándi József általános iskola fúvós zenekara kíséretében elhangzott a szózat, majd az érdeklődők megtekinthették a volt internálótábor területén működő emlékhelyet, ahol a kommunista diktatúra elleni harc tárgyi emlékeiből, egyenruhákból és fotókból álló kiállítást rendeztek be a szervezők. Valamint vetítésre került többek között az a televíziónk által készített kisfilm is, amely a kistarcsai volt internálótábor történetét és várható sorsát mutatja be. Emlékek, emlékek.